A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kedves nézőink, mi okozza a klímaváltozást? A szélsőséges időjárásnak milyen gazdasági, társadalmi, környezeti következményei vannak? Többek között ezekre a kérdésekre kaptak választ azok, akik a Mátyás Corvinus Kollégium előadására ellátogattak. A köztérben tehát a klímaváltozás áll a középpontban, számítunk figyelmükre. Mi is a klímaváltozás oka? Nagyon sokat hallunk róla, de sokan nem tudják, hogy mi is okozza magát a klímaváltozást, mi is áll a háttérben, milyen komplex fizikai, kémiai rendszernek az eredménye gyakorlatilag ez a jelenség. Erről fogok most önöknek néhány percben egy kicsit beszélni. Ugye én odaértem, hogy múlt, jelen, jövő a címnek, tehát megnézzük, hogy mi is az oka, ilyen múltbeli események, mik a jelenlegi folyamatok, illetve mit várhatok nagyon röviden a jövőben a várható modell előrejelzések, illetve a különböző szimulációk alapján. Először is tudnunk kell, hogy az éghajlati rendszer egy rendkívül bonyolult fizikai rendszerről van szó. Ugyanis nagyon sok minden kapcsolatban áll, nagyon sok mindennel, mindent egyébként a nap fog irányítani. Ha nem lenne nap, akkor most nem lenne éghajlat magam Földön, tehát magán ezzel a szilárd kéreg bolygón. És magát az éghajlati rendszert a napsugárzáson kívül még rendkívül sok dolog meg fogja határozni. Vannak úgynevezett belső okok, és vannak úgynevezett külső okok. Mondok el, kezdjük a külső okokra, menjünk kívülről befele a Föld belseje felé. Ugye a külső okok, amik kialakították magát ezt az éghajlati rendszert, ezt a rendkívül bonyolult rendszert, azok a világűrből indulnak, azon belül is a naptól. Naptevékenység. Ugye a nap az különböző ciklikussággal, hát úgy mondanám, nagyon egyszerűen megfogalmazva működik. Összönök is szokták hallani a híreiben szerintem, hogy egyszer erőteljesebb a napnak a tevékenysége, egyszer pedig gyengébb a napnak a tevékenysége. Az annak köszönhetően, hogy benne termonukleáris folyamat zajlik, és időként a hidrogén, amikor hélium alakul, túl nagy mennyiség energia szabadul föl, és kilöködik belőle. Ez nagyon sokszor elérje a Földnek a felső légköri szintjét is, és ebből energia szabadul fel, és eléri magát a Föld felszínt is. Ez az egyik nagyon fontos dolog. Szóval nagyon fontos dolog a Hold. A Hold körülbelül 3,8 milliárd évvel ezelőtt alakult ki. Úgyhogy az kezdetben nem létezett, ez a Földből és egy Theia nevezetű bolygó csírának az ütközéséből alakult ki. És mikor a Hold elkezdett kialakulni, akkor arra kényszerítette a Földet, hogy ne kötött pályán keringjen a Föld körül, hanem elkezdjen forogni. Emellett pedig a Hold a 90 fokról, ugye 23,5 fokkal elkezdett törölni, tehát olyan már, mint a Földbolygó, és a keringés következtében, ugye maga, ahogyan ezt tanultuk is általános iskolában, a Föld ugye kering a tengelye körül, vagy forog a tengelye körül, kering a nap körül, és ezáltal pedig ugye kialakulnak, hogy szépen majd a különböző fizikai folyamatok a légkörben is. Egy érdekességképpen mondanám el, hogy 3,8 milliárd évtől körülbelül 1 milliárd évig a Hold olyan közel volt a Földhöz, hogy akkor egy nap nem 24 órába telt, hanem csak 6 óra volt. És mivel évente 4 cm távolodik a Földtől, ezért szépen lassan a keringése is, illetve a forgási sebessége is csökken. Körülbelül 1,2 milliárd év múlva a Föld egy kötött pályás bolygó lesz. Ez azt jelenti, hogy csak az egyik oldalon fog csak a nap felé nézni, a másik oldalon örök sötétség lesz. Tehát megszűnik maga a bolygónak a forgása, ezáltal pedig a teljes éghajlati rendszer, illetve az élet is meg fog szűnni majd a bolygón. És van a Föld keringése, ezt is ideírtam a külső okoknál, ugyanis ugye azt is tanultuk, hogy a Föld az egy közel kör a pályán kering a nap körül. Ez nem mindig így van, 15 és 20 ezer évente időnként megnyúlik, olyankor több esetben távolabb kerül magától a naptól, ekkor egy leülési időszak kezdődik mindig a bolygón. Erre jó példa egyébként, hogy 10 évvel ezelőtt a Szahara a mai nedves szavanna éghajlatnak megfelelő éghajlattal bírt. Ezt onnan tudjuk, hogy az ősemberek az ott élő barlangrajzok alapján különböző olyan állatokat rajzoltak fel a barlangoknak a falaira, tehát olyan növényeket, amelyek ma a nedves szavanna területen találhatóak. Tehát annyira viszont ugye
a kontinens vándorlások következtében tudott északra menni a Szahara. Tehát ez egy nagyon nagy bizonyíték arra, hogy a Földnek a keringési pályája időként változik. Vannak belső okok, ilyen a tektogenezis. A tektogenezis az kapcsolat vál a vulkanizmussal. Ha erős vulkanizmus van, akkor lemülési időszakról beszélünk, és olyan mennyiségű por kerül magába a légtérbe, ami ugye kiszűri magán a napsugárzás. Továbbá a tektogenezis fogja meghatározni majd a kontinensek vándorlását. Tudni kell, hogy kb. 250 és 450 millió évente az összes kontinens egybe áll. Tehát úgy vándorolnak, hogy összeérnek. Ebben az esetben a kontinensek nagy része a belső területen lakatlan, száraz, sivatagi terület, és csak a külső területeken van élet. Ezt onnan tudjuk, hogy a különböző fosszíliákat ugye mutatjuk magát, a maguk a geológusok. És nagyon fontos még, ami meghatározza az éghajlati rendszert, a mag és a köpeny áramlása, ugyanis ezek ellen a magnak a belseje, az is egy forgómozgást végez, és a köpeny pedig egy ellentétes forgómozgást végez, ezáltal kialakul egy mágneses tér a Föld körül, ami pedig megakadályozza a káros sugaraknak az elérését, ami nagyon komoly DNS módosító hatással bírna. És itt található ez a 5 darab kis geoszféra terület, ez a légkör, a krioszféra, a hidroszféra, a bioszféra, a kontinentális felszín. Ezek együttesen fogják meghatározni, illetve ezek együttesen adják majd az éghajlati rendszert. Ha ezek közül bármelyikben módosulás van, akkor a többi is módosul, illetve akkor abban az esetben a teljes éghajlati rendszer fizikai, kémiai állapotban megváltozik. És az ipari forradalom óta pedig megérkezett egy újabb szféra, és ez pedig az antropogén hatások, az emberek, akik a jelenkori éghajlatváltozást okozzák. Tehát, hogyha mondtam őknek, mindent a napsugárzások fog egyébként szabályozni ennek a fizikai állapotát. Nézzük akkor ezeket a különböző szférákat, amikről itt az előbb beszéltem, kezdjük elsőben a légkörrel. Oda is írtam, hogy az éghajlati rendszer központi leginkább instabilis és legnagyobb változékonyságú komponense. Ez azt jelenti, hogy ennek gyakorlatilag a fizikáját csak 50%-ban ismerjük. Annyira bonyolult a fizikája és a kémiája, hogy nagyon nehéz megismerni magát. A Marsnak a felszínét jobban ismerjük lassan, mint magát a légkörbe zajló fizikai folyamatokat. A légkör, mindenki tanult, a nitrogénből, oxigénből, illetve argonból áll legnagyobb mennyiségben, de viszont vannak benne üvegházhatású gázok. Erről sokat hallottak gondolom a hírekben, meg sokat is olvashattak róla. Ezek a széndioxid, a metán, az ózon, a különböző halogénezett elemek, a vízgőz, ez a legősibb üvegházhatású gáz, a vízgőz, illetve például véde tartozik a dinitrogénoxid, illetve az egyéb HCFC. Ezek azért veszélyesek, mert ugye az üvegházhatás az egy nagyon pozitív jelenség. Ha nem lenne üvegházhatás, nem lenne élet most jelenleg a bolygón. De ezek együttesen bent tartják a napnak az energiát adó sugárzását, és ezáltal, hogy bent tartják, egy úgynevezett pozitív visszacsatolási folyamatot fognak kialakítani, tehát magát a folyamat gerjeszti a melegedést. Ez a bonyolultsága ennek az egésznek. És a másik nagyon nagy bonyolultsága, hogy nagyon sokáig a légkörben maradnak. Ugyanis, hogyha például a szindioxid egy nap alatt kiülepedne magából a légkörbe, akkor nem lenne ugye most mesterséges felmelegedés, hogyha így fogalmazzak. De nézzük meg, a szindioxid is közel 100 évig, vagy kicsivel több mint 100 évig a légkörben marad. De például itt vannak a halogénezett elemek, amelyek 500 ezer évig is a légkörben tudnak maradni. És még a vízgőz is, ami egy természetes üvegházhatású gáz, ez 55-10 napig a légkörben marad. És ezek közben gerjesztik magát a felmelegedés folyamatát, ami majd az éghajlatváltozást fogja majd kiváltani. A másik legfontosabb komponens az maga a hidroszféra lesz. Ez lesz felelős gyakorlatilag a teljes kör folyamatért, ami zajlik magában a légköri rendszerben. Ugye a körforgása révén szabályozza magát a fizikai-kémiai folyamatokat magán a Földbolygón, illetve a Földbolygó belsejében. Mi is a feladata? Elnyeli a napfényt és az energiát, hőt tárol, ezután, miután letárolja a hőt, ezt elkezdi szállítani majd, és a légköri vízgőz legfőbb forrása is ez egyébként, maga a tenger, illetve az óceánok is gázcserét folytat a légkörrel. Ugyanis nagyon fontos, hogy itt élne benne egy kis élő lények, úgyhogy hogy fitoplanktonok. A közérzelme ellentétben a fitoplanktonok azok, akik a legnagyobb energiát és a legnagyobb mennyiségű széndioxidot elnyelik, nem az esőerdők és nem a tajga, hanem az óceánban élő fitoplanktonok. Ők több energiát nyelnek el, mint maguk az esőerdők 10 000 év alatt összességben. Tehát ők egy év alatt többet nyelnek el, mint maga az összes esőerdő, amennyi széndioxidot nyel el. A másik nagyon fontos feladata a víznek a körforgásának a fenntartása. Ezt mindenki tanulta szerintem iskolában is, meg mindenki hallott róla, hogy ugye elkezdődik magával a víznek a képződésével, párolgás kezdődik, az elkezdődik a légkör, ahol a szállítódás csapadékként
kicsapódik és ismételten folytatódik. Ha ebbe a ciklusba bármilyen zavar bekövetkezik, például több vízgőzt rakunk bele, akkor maga a folyamat megint csak pozitív visszacsapódást fog okozni, azaz jóval több vízgőz esetén, jóval több energia marad bent a felszín közelében, és ez pedig majd hozzájárul ahhoz, hogy a hőmérséklet emelkedése következtében megint csak még több vízgőz kerüljön a légkörbe. Tehát ez maga a folyamat megint csak gerjeszti önmagát. Az ember ebbe is beleszólt egyébként. A másik nagyon fontos feladata magának az óceánoknak és a tengereknek az a felszín, a mélyvízi, illetve a magas vízfelszíni áramlatoknak a kiegyensúlyozott tevékenysége. Ugyanis maguk, ezek a krioszféra területek, tehát ezek a jégtakarók, a hőmérséklet emelkedése következtében ugye olvadékvizet eresztenek magába az óceánba. Az olvadékvíz az mindig ivóvíz minőségű, ugye tiszta víz, nem sós vízről beszélünk ebben az esetben. Teljesen más a térfogata és a vízsűrűsége, mint magának a sós tengervíznek. Ez arra kényszeríti magát az óceánokat, hogy ezt a vizet ezt elkezdje szállítani majd. A szállítódás következtében hő szabadul fel, illetve a mélyben pedig hő nyelődik el. Most ugye bonyolultan fogalmazok, de ezt meg kell érteni, tehát hogy ezt értjük, és közben meg hő is elnyelődik, illetve hő is felszabadul. És az óceán, mivel egy kényszerhelyzetben van, ezt ő a mélyből is, illetve a magasabb felszíni területeken is elkezdi szállítani. Nagyon nagy érdekesség, hogy minden egyes vízrészecske, ami elindul ebben a másodpercben, az kb. 10-12 ezer év múlva ér ugyanarra a pontra vissza, amit onnan elindult. És ha ebbe ugye bármilyen külső hatás bekövetkezik, akkor maga az energiaszállítás és az energiatárolásban zavar fog fellépni. És egy másik érdekesség, hogy a déli félteke óceánjai, tehát az Atlanti óceán déli része, az Antarktisz körülvevő óceán, az Indiai, illetve a Csendes óceán a déli része, jóval több energiát képes elnyelni, azt még nem tudjuk, hogy miért fizikailag, de jóval több energiát képes elnyelni, mint például az északi féltekének az óceáni részei. Erre még az óceánológusok se találták meg a pontos választ, mert nagyon komoly kutatások zajlanak ezzel kapcsolatban. És vannak az úgynevezett felszíni áramlatok. Sokszor hallanak arról, szerintem a hírekben ilyen fake newsokat, hogy a golfáramlat egyszer leáll, egyszer nagyon lassú, aztán itt lesz a világ vége, hogyha teljesen leáll. A golfáramlat sose egységesen áramlik, ezt tudni kell. Ez egy körkörös folyamatnak az eredménye. Minden egyes tengeráramlási folyamatnak van egy meleg része, van egy kiegyenlítő része, illetve van egy hideg része. Ugyanígy az Észak-Atlanti áramlatnak is, amelynek a része a golfáramlat. Ez magából a trópusokról szállít meleg tengervizet magába az Európa nyugati, illetve észak-nyugati partjaihoz, és de ez viszont a fizika következtében alábukik, kiegyenlíti majd magát, és ismételten kb. 15 év alatt ugyanaz a vízrészecske visszajut erre a pontra. Mi ennek a feladata? Meghatározza a széljárást, meghatározza majd a kontinenseknek az éghajlatát, illetve a mindennapi időjárást. A golfáramlat, szeretném mondani, nagyon sokat lehet róla hallani, hogy le fog állni, illetve lassulni fog, nem látunk jelet arra, hogy a következő 150-200 évben bármilyen módosulás is legyen rajta. Időnként néhány méter per szekundum lassulást, illetve gyorsulást látunk, de az, hogy leálljon, illetve felgyorsuljon, ennek jelenleg semmilyen jelét nem lehet látni. Tehát aki ebben jogat, az nagyon hamis információkat mond. Aztán ugye beszéltünk a légkörről, beszéltünk a hidroszféráról, most jön a krioszféra. A krioszféra az a jég és a hóvilágnak a szférája, a geoszférája. Ez a nagy tömegű hó és jégtakarót fogja majd kialakítani, ez megtalálható a sarkoknál, megtalálható gletszerként ugye a hegyekben, nagyon nagy mennyiségű ivóvízforrást jelent, és a legfőbb feladat egyébként, hogy magát, a hűtő folyamatát betartsa magának a Földnek. Tehát ugye gondoljunk arra, hogy télen azért van hideg az északi féltekén, mert annyira nagy mennyiségű hideg levegőt tud fölhalmozódni magánál a sarki területen, ugye mi esetünk az északi sark területén, ennek a krioszférának köszönhető, hogy az időnként leszakad, és ezáltal hűvös levegőt szállít, illetve hideg levegőt szállít magának a kontinens, illetve Szibéria, vagyis éppen Észak-Amerika területére. Ha netán elolvadna az északi sarkvidéknek az összes krioszférikus területet, tehát a jégtakarója, akkor ez szépen lassan elárna ez a folyamat. De még erre sem látunk semmi biztos jelet, hogy a következő 100 évben állandóan jégmentes, illetve hómentes lenne maga az északi sarkvidéknek
a hóvilága, de lesznek viszont az éghajlatváltozás következtében olyan évek, amikor majd nyáron majd az északi jegestenger, vagy ahogy mondja az angol, az arktikus óceán teljes egészében egyébként jégmentessé fog válni. Ez biztos, hogy lesz, ez sajnos már másfél fokos hőmérséklet emelkedésnél, amit már most közelítünk, ez megvalósul, de rendszeres nem lesz. Ez azért nem lesz rendszeres, mert magában a légkörben ugyanaz a folyamat még egyszer-kétszer nem ismétlődik. Itt látható az, hogy hogyan is változik maga a télen, illetve nyáron. Tehát lehet látni, hogy milyen gyorsan ugye vastagodik maga a jég, milyen gyorsan vastagodik a jég, és a nyári időszakban pedig milyen gyorsan visszahúzódik. Ez egy állandó ciklikus folyamat, ennek le kell játszódnia. Ha ez nem játszódna le, akkor az éghajlat totális megváltozásáról beszélhetünk, de szerencsére ez még a mai napig teljes egészében megfigyelhető az északi sarkvidéki területén. Bármilyen furcsa, de mi emberek is, növények is, állatok is meghatározzuk magát az éghajlatot. Tehát még egy egyszerű növény, egy egyszerű állat, egy kis hangja is befolyásolja magát az éghajlatot. Ugye a bioszféra a föld élőhelyének az összessége, és oda is jutom, hogy az a külső program, ahol az élet található az óceánok mélyétől a hófüggtehegycsúcsokig. Három fő feladata lesz majd neki. Egyik az, hogy életet adjon magának a Földnek, a másrészt, hogy a bioszféra nélkül nincs biológia és sokféleség, azaz biodiverzitás, és a bioszférában minden résztvevő kapcsolatban áll minden résztvevővel. Az azt jelenti, hogy az én légzésem az befolyásolja az ön légzését, vagy az ön légzése befolyásolja az ott ülő hölgynek a légzését. Tehát ugye, mert ebben egy olyan komoly fizikai kémiai folyamat zajlik le. Ez például olyan, hogy a túlnépesedés következtében például ugye a túlépesedés következtében minden egyes ember kétszeres arányossággal hatásik embernek az életére. Aztán van a következő szféra, az a kontinentális felszín. Erről beszéltem az elejéről, hogy maga a kontinenseknek a vándorlása, hogy befolyásolják az éghajlat alakulását. Ezt tudni kell, körülbelül, amikor az Atlanti-óceán elkezdett kinyílni körülbelül 30-40 millió évvel ezelőtt, akkor a mostani réteges, illetve ez a sávos kialakulás az éghajlatnak, a Földnek az éghajlata akkor kezdődött el. Addig ugye volt egy Pangea állapot, utána kialakult egy északi kontinens, egy összkontinens, meg kialakult egy déli összkontinens. Ezeknek volt éghajlata, de nem volt a mostani éghajlati rendszer. Tehát nem, még csak nem is hasonlított. Például a dinoszauruszok éltek, a mostani éghajlatot nem is lehet összehasonlítani, az akkori éghajlatot nem is lehet összehasonlítani a mostanival. És azt láthatjuk, hogy a következő 250 millió évben gyakorlatilag Ázsia, tehát Afrika és Európa is teljesen össze fog érni. Latin-Amerika majd le fog majd csatlakozni magáról Észak-Amerikáról. Ausztrália egyébként 8-10 millió év múlva megütközik majd teljes egészében Ázsiának, és az Antarktisz is teljesen megszűnik, mint hófötte, teljes egészében hófötte kontinens létezni. És majd körülbelül 250 millió év múlva a kontinensek ismételten össze fognak állni. A múltban ez volt az éghajlatváltozás. Nagyon lassan zajlott. De amióta az ember ugye beavatkozik, azóta nagyon rövid idő alatt nagyon gyors változás zajlik. Utoljára ilyen jellegű éghajlatváltozás, amit most láthatunk, ilyen jelentős, nagyon rövid idő alatt kikövenő éghajlatváltozás, az a Perm-Triász nagy kihalási időszak alatt volt, de az is annak volt köszönhető, hogy egy nagyon erős vulkanizmus kezdődött magába Szibériába, illetve a mai Dél-Kelet-Ázsia területén, és akkor néhány hónap alatt gyakorlatilag a Föld élővilágának 95%-a hirtelen kipusztult, ugyanis annyira lehűlt a levegő, illetve annyira szennyezett a levegő, hogy ez teljesen észében kipusztította az élővilágot, és körülbelül 150-200 év kellett ahhoz, hogy ismételten hőmérséklet emelkedés történjen magán a Földön. Tehát hasonló folyamatok zajlanak, most csak kicsit lassabban. És akkor térjünk rá a jelenkori éghajlatváltozásra. Mi is maga az éghajlatváltozás? Ugye nem az az éghajlatváltozás, hogy kinézek, és akkor hú, most jobban süt a nap, mert május 23-a van, vagy 24-e van, én jobban süt a nap, vagy melegebb van, mint tavaly ilyenkor. Ez az éghajlatváltozás. Ezt tudják, hogy az időjárásnak egy kilengése. Ugye perturbál maga az időjárás, állandóan változik. Legalább mindig 30 év állandó változással fogja majd megadni az éghajlat módosulását. Tehát mindig 30 év kerek évtizedet fogunk összehasonlítani egymással. Ezeknek kerek évtizedeknek kell lenni. És ha ebben matematikailag látunk bármi változást, akkor nekiállhatunk arról beszélni, hogy az éghajlat elkezdett változni. Például a hőmérséklet, mondjuk hogy az 1951-1980 közötti időszakban, csak mondok valamit, hogy Székesfehérváron az évi középhőmérséklet 10,1 Celsius fok volt,
az 1981-2010 közötti időszakban 1,9 Celsius fokot, ott láthatjuk, hogy 0,8 Celsius fokot volt a hőmérséklet emelkedés, és ezt megnézzük matematikai vizsgálatokkal, hogy statisztikailag kimutató egy szignifikancia, és ha ez kimutatható, akkor nekiálltunk arról beszélni, hogy a hőmérséklet emelkedés szignifikáns, tehát ebben az éghajlati paraméter elkezdett változni. Sajnos az a szó, hogy klímaváltozás, ezt még nekem az egyetemen, amikor csináltam a doktorit, egy nagyon neves kutató mondta, egy görög kutató mondta, hogy ez a climate change, ugye ezekről nem is voltam, ez a klímaváltozás, ez nem helyes szó. Mert a climate change az a jelentés, hogy az éghajlat megváltozott, tehát éghajlat változás. Az éghajlatnak változása van. Tehát ugye még csak benne zajló változásokról beszélünk, tudományosan egyébként ez lenne a kifejezése neki, hogy az éghajlatnak még csak változási folyamata van, de nem változott még meg. És nagyon sokszor arról beszélünk, hogy a teljes éghajlati rendszer megváltozott a Földön. Ez azt mutatja, hogy a legkori éghajlat változásnak mi az oka? Hát ide írtam, hogy elsősorban emberi antropogén hatások. Ez az ábra fogja majd mutatni nekünk erről az igazságot, ugyanis három fő vonalat lehet nézni, van a megfigyelt hőmérséklet 1850 óta, amit ugye mérünk, mérnek a klimatológusok és meteorológusok. Megvan az, hogy az emberi és a természetes hatások mit hoznak, ez a piros, és hogyha nem lenne emberi hatás, akkor hogyan alakulna most jelenleg a hőmérséklet emelkedése a Földön. Tehát lehet látni, hogy teljes egészében most az emberi hatások miatt változik így az éghajlat. Tehát ez a jelentős hőmérséklet emelkedés, a jelentős hőmérséklet emelkedés, ami egyébként az 1980-as évektől válik intenzívé, az teljes egészében emberi hatásoknak köszönhető. Ugyanis, hogyha csak természetes hatások lennének, hogy gyakorlatilag akkor stagnálna az éghajlat, még a félfokos hőmérséklet emelkedést sem érnénk el. Tehát ez egyértelműen az emberi hatások következtében van. Ugye egyre nagyobb mennyiségű károsanyag kibocsátás történik, a szén-dioxid, a titanium-dioxid, a metán és a kénhexafluorinak a légkörbe kerülésével. Ennek az egészet egyébként majd a sugárzási kényszerrel fogjuk majd mérni, ezt most nem mondom, de viszont, hogy mik is a legmelegítőbb hatások és mik a hűtő hatások, ugyanis az ember nem csak melegíti a légkört, hanem hűti is, sajnos nagyobb mennyiségben melegíti, mint ő hűti. Ami ugye a legnagyobb melegítő hatással bír, az a mennyiségének következtében van, ez a szén-dioxid, a dinitrogénoxid, a metán, illetve az ózon. Az ózonból a troposzférikus, azaz a felszíni ózon, tehát amit mi bocsájtunk ki, például az autóinkkal vagy dohányzás következtében, hogy lehet bocsájtani ózon, tehát ez az, ami melegíti a légkört. És van a stratoszférikus, amikor a magas légkörben van, ott jó fönn, nagyon magasan, az pedig csökkenti magát a sugárzási kényszert. Ugye nagyon sok tudós úgy véli, sokszor hallották a 90-es, meg a 2000-es években, hogy az Antarktisz fölött elbékonyodott az ózon réteg. Hát ez egy végül is a klímaváltozás szempontjából és globális felmelegedés hatása, ez egy pozitív változás volt, ugyanis az elbékonyodott ózonréteg, amellett, hogy nagyon sok káros anyagot, vagy káros sugárzást beengedett ugye magába a bolygóhoz, viszont azt nem akadályozta meg, hogy a meleg levegő, illetve a meleg energia kiszabadulja magából a légkörből. Tehát a déli féltekén jóval több energia tudott kiszabadulni, mint magán a vastag ózonréteggel rendelkező északi féltekén. Tehát mindennek van pozitív és negatív hatása, hogyha úgy nézzük. Úgy itt van a felszín albedó, a földhasználat, bármilyen furcsa, de a földhasználat is nagyobb mértékben egyébként a mezőgazdaság csökkenti magát a sugárzási kényszert. És ami nagyon fontos még, hogy amiről sokat lehet hallani, hogy a kondenszsap, ugye a repülőgépek, azért mondom ezeket a dolgokat, vagy kicsikét tisztában tegyem a dolgokat, hogy a kondenszsíkok ugye nagyon, mindig azt mondják, hogy jelentős mennyiségben növelik magát a hőmérsékletet. De ez valójában nem így van, tehát kimutathatatlanul alacsony maga a repülőgépeknek a kondenszsíkjaiból származó sugárzási kényszer. Összességében pedig a teljes emberi, az antropogén eredetű sugárzási kényszer, most már 2 watt per négyzetméter, ez körülbelül azt jelenti, hogy közel 2 Celsius fok per 100 év a hőmérséklet emelkedés, hogyha ez alapján nézzük. De mégis a legjelentősebb üvegházhatású gázok, hát mindenki hallott róla, az egyik, ez a szén-dioxid lesz. Ide felrajzoltam önöknek, illetve beraktam, hogy az elmúlt 800 ezer évben, tehát 800 ezer évben sose volt olyan magas a szén-dioxidnak a szintje, mint az elmúlt 30 évben a földi légkörben. Tehát ezt onnan tudjuk, hogy nem volt olyan magas az elmúlt 800 ezer évben, hogy jégmintákat vettek az Antarktiszról a kutatók, és a benne lévő jégmagokból meg lehet állapítani, mennyi szén-dioxid volt benne.
És ez pedig ugye ez az érték fogja majd mutatni, hogy mennyi volt a PPM, azaz az 1 millió száraz levegőre jutó, 1 millió száraz levegő részecskére jutó szén-dioxid mennyiséget. Lehet látni, hogy az elmúlt 800 ezer évben hirtelen most növekedett meg, most már lassan 420 ppm a mennyisége. Az intenzív emelkedés pedig a 2000-es évektől jelentős. Ez az ábra azt fogja mutatni, hogy hogyan is halmozódott fel az elmúlt 30 évben a légkörben a szén-dioxid. Tehát ez az NASA-nak egy szimulációja. Ez egy múltból kezdték el a szimulálást, és a jelenik hozzák egyébként 2019-ig, hogy hogyan is halmozódik föl maga a légkörnek a szén-dioxid mennyisége. Lehet látni, hogy az északi féltekén a legjelentősebb, hogy ez annak köszönhető, hogy az északi féltekén, akik az emberi lakosságnak a 90%-a, illetve itt vannak a legnagyobb ipartelepeink is, illetve a közlekedés is itt a legjelentősebb. Itt Dél-Amerika térségében, illetve Afrika középső részében pedig majd az esőerdőigetések, illetve a faigetések fogják majd ezt a szén-dioxidot a légkörbe jutatni, de lehet látni, hogy a legnagyobb része az északi féltekén halmozódik föl a szén-dioxidnak az elmúlt 30 évben. A déli féltekén, tehát lehet látni, hogy az Antarktisznál pedig gyakorlatilag nagyon minimális a légköri mennyisége. Ez annak között, hogy nincs élet, nincs mi kibocsátja, és maga a fizikai rendszer is azt engedi meg, hogy nem tudjon délre vonulni, hanem csak északi, tehát az alacsonyabb szélességi területek fölé húzódjon maga a stratoszférában maga a szén-dioxid. A másik legjelentősebb üvegházhatású gáz, ez majd a metán lesz. Ennek a legnagyobb kibocsátási területe Közép-Afrika, illetve Dél-Kelet-Ázsia lesz. Hát ez a növénytermesztés, rizstermesztés következtében, illetve az állattenyésztés lesz majd az oka. 1980 és 2022 között körülbelül 1650-ről 1900-ra emelkedett maga a légköri mennyisége. Itt már milliárd részecskét nézünk egyébként. Ez körülbelül 40-szer erőteljesebb üvegházhatású gáz, mint maga a szén-dioxid. Még ezeknél is erősebb üvegházhatású gáz a dinitrogénoxid, az a kőolaj földgáz termesztésből, illetve a közlekedésből származik. Ez még erőteljesebb, és az eddigi legerősebb üvegházhatású gáz, ami 23.900 szorosa magának a szén-dioxidnak, tehát olyan ennyivel erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid, ez pedig a kénhexafluorid. Bármilyen furcsa, de ez főleg a zöld átállás következtében lett jelentős magában a légkörben. Ugyanis ugye tudjuk, hogy egyre több trafót, egyre több biztosítási berendezést kell építeni, illetve egyre több autó gumigyártó most már kénhexafluoriddal vegyíti magát a levegőt, amikor fölpumpálja a kereket, és ez nagyon nagy mennyiségű. Nagyon nagy mennyiségbe kerül ebből a magába a légkörbe. És ez egy nagyon erőteljes üvegházhatású gáz, és elkezdte most az Európai Unió szabályozni magát a kénhexafluoridot, az F-gáz rendeletében, és reméljük egyébként, hogy ez a jövőben szépen lassan ki is vonódik, mert nagyon erős üvegházhatású gáz. Honnan is származik a három legerőbb, a három legjelentősebb, ugye a szén-dioxid, ahogy mutattam előbb, vagy ezt mondtam az előbb önöknek, ugye főleg az ipar, a szállítás, a mezőgazdaság, illetve a biomassa égetésből, a metán az főleg a mezőgazdaságból, az erdőégetésekből, és bármilyen furcsa, de a mocsárterületekről származik nagyon nagy mennyiségű metán a légkörben, illetve van a dinitrogénoxid, az pedig főleg magából a kőolaj, a földgáz gyártásból, magából a fáklyázásból. A fáklyázás az, amikor látják, hogy van a kőolaj fúrótorony, és ott meg a földgáz kitermés, és ugye az a lánget, ezt így úgy, hogy fáklyázás. Tehát abból nagyon nagy mennyiség származik magába a légkörben. De nekik a legnagyobb kibocsátók. Ha megnézzük, hogy az egy 2019-es adat, az egy 2019-es adatot rakta be, meg 2020-ban a Covid, meg 21, hogy ez befolyásolta, tehát minden átrendeződött, de hogy ezek a legfontosabb adatok a mi esetünkben. Összességében eddig a legtöbb szén-dioxidot az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, illetve Németország bocsájtotta ki. Eddig. De hogyha azt nézzük meg, hogy az elmúlt 30 évben ki volt a legnagyobb kibocsátó, és ezt ugye összevegyük a 2019-es adatokkal, akkor tudni kell, hogy itt megfordult a helyzet, ugyanis Kína lett a legnagyobb kibocsátó. Kína avval érvel, hogy ő még mindig nem csökkentette jelentősen a szén-dioxid kibocsátását, hogy még a fejlett nyugati világ
ugye a Marshall terv után, meg illetve az villámozipari forradalom után a Marshall tervvel együtt jóval több szén-dioxidot termelt ki, illetve bocsájtott ki, mint amennyit a teljes Szovjetunió, illetve a keleti blokk, akkor tartozott akkoriban Kína is, meg Észak-Korea is, összességében. Tehát ő most azzal érvel, hogy ő most megpróbálja a gazdaságát behúzni, ugye, illetve felzárkóztatni a nyugati világhoz. Tehát ő most az ő elképzelése szerint bocsájthat ki, jóval több szén-dioxidot bocsájthat ki, mint például az Egyesült Államok vagy az Európai Unió. Ez egy nagyon fontos dolog. És hogyha megnézzük, hogy egy főre jutólag melyik országok a legnagyobbak, tehát egy főre lakosság arányosan, akkor itt Katar, Kuwait, Gibraltar és Bahrein lesz majd. Tehát ugye ők a legnagyobb kibocsátjuk, ez az miatt is van, ugye kőolaj és földgáz termesztők, és nagyon nagy mennyiségű kőolaj és földgázt is használnak föl. Tehát az egy főre jutó mennyiségben pedig azok a kis kitermelő országok a legjelentősebbek. Na de mit is okoz maga a klímaváltozás, illetve ezek a nagy mennyiségű kibocsátások? Hát az egyik az maga a hőmérséklet emelkedése lesz. Azt tudni kell, hogy a globális felszíni középhőmérséklet az 1880-as évek óta közel 1 Celsius fokkal emelkedett. Ez nem tűnik sokan, de nagyon sok egyébként ez az 1 Celsius fok ilyen rövid idő alatt. Ugye mondtam, a földtörténeti múltban ezek általában több százezer, meg millió év alatt következtek be, most pedig ugye 150 év alatt bekövetkezett gyakorlatilag, hogy egy közel 1 Celsius fokos hőmérséklet emelkedés történt. A hőmérséklet emelkedésének az intenzitása a 1980-as évektől figyelhető meg, ekkor már eléri az 1,4 Celsius fokot a hőmérséklet emelkedése. Ha megnézzük, ez is egy szimuláció, hogy 1880-as évektől kezdve hogy melegedett maga a légkör a Földön. Ezek egyébként homogenizált interpolált adatok alapján lett készítve a NASA által, illetve a NOAA által, akkor lehet látni, majd mindjárt mutatja, hogy a 80-as évektől innentől kezdődik az intenzív felmelegedés időszaka, de viszont van benne egy nagyon nagy érdekesség, hogy mindenhol nem egyforma a hőmérséklet emelkedése. Hát ezt mai napig nem tudjuk, hogy miért van, hogy az egyik területen intenzívebb a hőmérséklet emelkedés, máshol pedig vannak olyanok, ahol viszont kevésbé intenzív, illetve valahol lepülési időszak van, de ezek csak foltokban találhatók. Ez valószínűleg annak köszönhetőek, ezek a főleg az óceáni területeken, ezek annak köszönhetőek, hogy ott az óceán több energiát képes elnyelni, mint például a szárazföld. De a legjelentősebb az maga az északi félteke, Európa, illetve maga a sarkvidéki területek lesznek, ugye, hát láthatjuk, ott halmozódik a legtöbb szén-dioxid magával a légkörbe, tehát ott van gyakorlatilag egy ilyen védőbúra, hogy az energia visszaszabaduljon magából a légkörbe. A másik bejelentős következményem, hogy tengerszint emelkedés lesz. Az emelkedés mértéke, bármilyen furcsa, és az jelentős 3,4 mm per év az 1880-as évek óta. Az eddigi rekordot 1993-ban mértük, 91,3 mm volt, átlagosan úgy volt a tengerszint emelkedés. Ehhez kapcsolatban kérdezhetnék valamit? Parancsolom. Nagyon sok esetben halljuk a tévében, illetve mutatják is a tengerek alatti atomrobbantásokat. Igen. Ezek az atomrobbantások milyen mennyiségben, mekkora tengerszintfeletti emelkedésbe avatkoznak be, amikor elmozdulnak ezek a kőzetlemezek egymásra, mert egy atombomba robbantása, az biztos, hogy ők kőzetlemezek elmozdulása, vagy emelkedését, vagy torlódását fogja okozni. Nem emelkedés, tehát gyakorlatilag kimutathatlan. Semmit csinál? Semmit, mert erre mondok egy példát, hogy milyen nagyságban kell gondolni Grönland. Ugye Grönlandnak a jege olvad, meg a hófelszíne olvad. Ezáltal a Grönland ugye a jég következtében lesüllyedt. De milyen olvad róla a jég, meg a hó, avval együtt maga a kéregnek a felső szintje elkezd emelkedni. De ez olyan kicsi hatás, tehát egy atombomba az olyan kicsi hatás, hogy ez gyakorlatilag egy náthának megfelelő azon a ponton. Tehát semmi. Tehát semmit nem befolyásol ebből a szempontból. Tehát a Föld az egy nagyon kis pici porszem a világbőrben. De képzeljük el, hogy egy ekkora kőzetbolygón egy atombomba nem fog okozni problémát. Nem fog okozni problémát, közben egy vulkánkitörés 100 000, vagy sem 100 000, nem, de egy 100-szoros atombombának megfelelő egy erőteljes vulkánkitörés. Na, tehát tengerszint emelkedés nem egységes, egyébként sehol sem a Földön. Ezt mutatja ez az ábra is.
ennek az az oka, hogy a különböző vízrészecskék más sűrűségűek és más térfogatóak. Vannak olyan területek, ahol jelentősebb, ahol eléri akár a 15 cm-t is 10 év alatt a hőmérséklet emelkedés, és van olyan, ahol pedig emelkedik. Ez annak köszönhetően, hogy hol sűrű, hol kevésbé sűrű maga a részecske állapota magának a víz felszínek, illetve azokon a területeken, ahol nagyobb a hőelnyelés, ott jelentősebb is egyébként maga a tengerszint emelkedés, akár átmenetileg is. Viszont egy nemrég felfedezett jelentős jelenség, az pedig az óceán és a tengeri hőhullámok. Ugye mindig hallom nyáron arról, hogy vannak hőhullámok, ugye a felszínen, hogy mindenki le akar izzadni, 40 fokon mindenki meg akar gyakorlatilag halni, mert olyan meleg van, hogyha nincs légkondi. Ez ugyanúgy megfigyelhető magában az óceánokban is, csak ez nem olyan hosszú ideig tart. Ez hát általában 5, illetve 8 napig szokott tartani egy-egy területen a tengeri hőhullámoknak az oka. És ennek az lesz a kiváltó, hogy az óceánok folyamatosan nyerik el a hőt. Ugye a bolygóra érkező hő 94%-át nyeri el az óceán. Néha ez a mennyiségű hő egy-egy helyen olyan nagy mennyiségben felgyülemlik, hogy magától érthetően azon a részen az óceán hirtelen bemelegedik. És ugyanúgy a tengeri élőlények, az ott lévő növények, az algák, moszatok, halak hirtelen kipusztulnak. És ezt lehet is látni, illetve láthatjuk már azt a folyamatot is a földközi tengernek a keleti medencében, ahol egyre gyakoribbak egyébként ezek a hőhullámok. De egyébként ez azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban hol voltak hőhullámok a Földön, tengeri hőhullámok. Láthatjuk, hogy például a földközi tenger keleti medencéjében már trópusi fajok is megjelentek. Tehát magából a Vörös-tengerből, a Szuezi csatornán keresztül átvándoroltak maguk, és ezek nagyon jól érzik magukat a földközi tenger keleti medencéjében, és az ott lévő őshonos fajokat pedig egyre nyugatabbra tolják el. Tehát ezeket már láthatjuk. Tehát azt is lehet látni, hogy például a földközi tenger keleti medencéjében egyre több korall jelenik meg, trópusi korall jelenik meg. És ez a hőhullámoknak köszönhető, de azt is láthatjuk, hogy például kimutatták azt, hogy az Adrián voltak olyan fehér cápák, aminek annak köszönhetően volt a kipusztulása, hogy a hirtelen jött sok miatt történtek meg ezek a kipusztulások. Tehát ez is befolyásolja maguk a tengeri hőhullámok. Tehát maguk ezek a hőhullámok ugyanúgy hatnak a tengerben, mint ránk a nyári forró hőhullámok. Tehát maguk az ott lévő élőlények sem írják ezt. És ez egyre sűrűbb egyébként, és egyre intenzívebbek ezek a hőhullámok. Ami nagyon fontos dolog lesz majd maga az éghajlatváltozás egyik következménye az a bioszféra olvadása, a gleccserek, illetve a sarki hóvihar fejéknek az olvadása. Most jelenleg a 13% per évtized a változás az északi féltekénél, 13,5% per évtized a változás. Az átlagos égvastagság 79 és 2020 között, tehát 15,5 millió négyzetkilométer volt, jelenleg 2010 és 2021 között pedig csak 12,2. És itt lehet látni, hogy hogyan is csökkent maga a jégnek a kiterjedése a téli, illetve a nyári időszakban már. Tehát ez mutatja, hogy márciusban, illetve szeptemberben, márciusban a legvékonyabb, illetve a legkevésbé kiterjedt, tehát akkor a legkevesebb a jég az északi sark területén. Márciusban a legvastagabb, bocsánat, és szeptember pedig a legvékonyabb, oda a végeteken. Ez azt mutatja meg egyébként, hogy például 2020-at kerestem meg önöknek, mert ez egy intenzív meleg év volt az északi sarkvidéknek a területén, hogy 2020-ban hogy vékonyodott el maga a sarki tenger, tehát a jeges tengernek a jégpáncélja. És ezt összevetettük az 1981-2020 közötti időszakkal, és majd nézzük meg, hogy gyakorlatilag most arra kell készülni, hogy ez lesz majd olyan, hogy így vissza fog húzódni, majd mindig nyáron az északi sarknak a területe, tehát a jégvilágnak a területe, és ez volt a korábbi átlag. Ekkorának kellett lennie, de ugye már most ekkorára visszahúzódott, és az a hőmérséklet emelkedése következtében még intenzívebb lesz majd a jövőben ez a változás. Az Antarktiszon viszont nem látjuk ezt a jelentős hóolvadást, mint magán az északi sarkvidéknek a területén, ez gyakorlatilag éli a világát. Az elmúlt 2-3 évben kezdett el vékonyodni, de még csak kismértékben. Ennek nagyon sok oka van, ugye az előbb is mondtam, hol halmozódik fel a legtöbb széndioxid, meg az üvegházhatású gáz, hol a legjelentősebb a hőmérséklet emelkedés, ez ugye mind az északi féltekén. A déli féltekén pedig ugye teljesen más éghajlati adottságok vannak most jelenleg, és a jégminták alapján az elmúlt 50 ezer év legvastagabb hó- és jégpárcia jelenleg most azt található az Antarktiszon. Tehát most ő éli a sarki
éghajlatát. És ami nagyon fontos, nagyon sok kutató egyébként úgy tartja, hogy most még jelenleg egy glaciális időszakot élünk a Földön. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok kutató úgy tartja, hogy ha legalább egy kontinens egész évben 100% hóborít, 100%-ig jég és hóborít, akkor ugye magáról jégkorszakról beszélhetünk. Most jelenleg akkor ez a helyzet most jelenleg a Földön. És itt látható, hogy még vastagodott is egyébként átmenetileg most elkezdett csökkenni, reméljük, hogy átmenetileg kezdett el csökkenni, de látható, hogy az Antarktisznek a jégtakarója pedig vastagodást mutat az elmúlt időszakban, az 1979-es évek óta. Grönlandon jelentős, nagyon jelentős a hóolvadás, ez nagyon nagy mennyiségű édesvizet fog majd az óceánokba belejuttatni, és ahogy az előbb is mondtam, a jégolvadás következtében pedig a kéreg elkezdett emelkedni egyébként magán a grönlandi területeken. Egy nagyon fontos dolog, amit elfelejtettem említeni a jégnél, ugye nagyon sokan összekeverik azt, hogyha az északi sarknak elkezd olvadni a jeget, tehát maga a jeges tengernek a jege is a hó felszín elkezd, most a jege elkezd olvadni, akkor ugye az emeli a tengerszintet. Ugye az nem képes emelni a tengerszintet, ez mindenki megtanulta Archimedes törvénye szerint, hogy ugye nem emelkedhet, mert ugye ha a gáz, illetve folyadékot ugye belemártunk egy folyadékba, akkor ugye annyi fog kinyomni, amennyi ugye maga a térfogat, illetve maga a felhajtó erő. Tehát ugye ezt tudja mindenki, tehát mivel a grönlandi jégtakaró szárazföldön található, az antarktiszi jégtakaró szárazföldön található, ha ezeknek a jégpáncéja olvad el, na az megemeli elég szépen egyébként magát az óceánoknak a vízszintjét, de maga a jegestengernek a jege az elolvadhat, de az semmit nem fog emelni magának a tengernek a vízszintjén. Jelentősen változtak a hegyi gleccserek, ez a Földön gyakorlatilag mindenhol csökkenni, jelentősen maga a hegyi gleccsereknek. Európában maga az alpi gleccsereknek 30, illetve a kötőjel 60%-a már visszahúzódott, illetve tömegüket elvesztették, ez továbbiakban is jelentősen fog változni. Vannak olyan klímafutások, amelyek azt mutatják, hogyha még intenzívűbb válik Európában a hőmérséklet emelkedés, akkor az évszázad végére a gleccserek 90%-a is egyébként eltűnhet. Hasonló lehet majd még Tibetben a Kiátreng gleccser, ugye 1921-es felvétel szerint még ugye ott a gleccser, 2019-ben már csak a gleccser sandstone maradt mögötte, ezek is egyébként éghajlatmódosító, illetve vízellátási problémákat tud majd okozni. Ugyanez van egyébként a Muir gleccser, Alaszkában 80-ban még ugye ott a gleccser, nagyon szép vastag, tehát több mint 30 méter vastagság volt, 2005-ben van mögött a gleccser sandstone, és ugyanezt láthatjuk például a Pedersen gleccser, és itt teljesen eltűnt. Hasonló folyamatokat láthatunk az Alpok területén is. Nagyon fontos folyamat még a permafrost olvadása, ez nagyon nagy mennyiségű metánt enged ki a légkörbe, tovább gerjeszti a hőmérséklet emelkedést. És mit is okoznak ezek a szélsőségek, ugye a hőmérséklet emelkedése, illetve maga az éghajlatváltozás következtében? Hát a legfontosabb az, hogy szélsőségek alakulnak ki. De felsoroltam önöknek néhány szélsőséget, hogy mik is. Egyre gyakoribbak lesznek a szárazságok, asszály által sújtott területek. Ez főleg Észak-Amerikát fogja majd jelentősen sújtani, illetve az afrikai területeket fogja. Európában a legújabb klímamodell futások szerint a mi éghajlati területünkön nem kell olyan szárazságra számolni, mint ami a korábbi futások voltak. Ugye korábban sokan hallották azt, hogy az Alföld el fog sivatagosodni, a mediterrán lesz az éghajlatunk, a következő 2050-ig vagy 2100-ig, ennek az esélye most kicsivel kisebb, mint korábban volt. Egyre melegebbek is gyakori forró napokra, trópusi éjszakákra kell számítani magán a szárazföld nagy részén. Egyre gyakoribbak és intenzívebbek lesznek majd a hőhullámok itt a szárazföldön, nem csak a tengerében, mint a szárazföldeken is. Itt főleg a 2-es, illetve a 3-as fokozatú hőhullámokra kell gondolni. Aztán ami nagyon fontos, hogy miközben növekedni fog a Földön a szárazságok, illetve az asszály által sütött területek, közben viszont a nagy csapadékú események is növekedni fognak. Ez nálunk különösen jelentős lesz majd a konvektív eredetű csapadék következtében. A hirtelen lebuló csapadék, ez a 20-30-50 mm, ezek majd egyre jelentősebb villámárvizeket fognak majd okozni, különösen majd az április, illetve a szeptember közötti időszakban. Sokat lehet hallani, hogy intenzívebbek a trópusi ciklonok, a hurrikánok. Ez tény is valahogy így van, de sokan ezt összekeverik az intenzitást a mennyiséggel. Ugye nagyon sokszor lehet azt olvasni, hogy egyre több a hőmérséklet, illetve a tengerüzemelkedése következik, egyre több hurrikán, vagy ahogyan Kelet-Ázsiában mondják a tájfun, vagy a Ausztriában ugye a vili-vili, ez minden ugyanazt jelenti, ez mind ugyanaz a jelenség, egyre nagyobb a számuk. Ezt még senki nem mutatta ki egyébként, hogy egyre több lenne a hurrikán az éghajlatváltozás következtében,
De viszont az már gyakorlatilag biztosra vehető, hogy az intenzitásuk egyre erőteljesebb. Sokkal rövidebb idő alatt érik el a 3-as fokozatú szintet, és egyre gyakoribbak a 6-os fokozatú szintű, az 5-ös, illetve a 6-os fokozatú szintű hurrikánok. Ez mind a hőmérséklet emelkedés következtében. Tehát maga az összmennyiség nem az éghajlatváltozás következtében van, de az intenzitás növekedése viszont már az éghajlatváltozáshoz köthető. És nagyon fontos, hogy már a mi éghajlati területünkön is megjelentek már a trópusi ciklonok, nagyon sokszor lehet hallani, hogy elérik Európa partjait is, igaz, leszemédült állapotban, és ezek az úgynevezett mediterrán térségben kialakult kisebb, idézővonalat trópusi ciklonok is egyre jelentősek. A hőtágulás a trópusi vizeknél magasabb lesz a tengervíz. Látható már több olyan trópusi szigetet, amely gyakorlatilag eltűnt, illetve lesznek még továbbiak is, amelyek a következő 20-30-50 évben gyakorlatilag lakhatatlanok lesznek, teljes egészében víz alá fognak kerülni. A mérsékelt övi nyugati szelek erősödése várható, illetve a növekvő viharciklon szám, ezt tapasztalhatjuk is egyébként a mostanában, hogy egyre gyakoribbak a nagyon nagy heves szélviharral járó ciklonok, ezek a jövőben várhatóan növekedni fognak. Azért nem azt mondom, hogy sosem biztosan lesznek, mert ugye az éghajlat, az illetve a meteorológia az, hogy várhatóan lehet, bármi bekövetkezhet, hogyha nem így lesz, de most nagy valószínűséggel így várható. Illetve az extrém hidegtelek Észak-Amerikában növekedni fognak, még az egyre enyhébbek lesznek majd az európai térségben. És egyébként, hogyha a hőmérséklet emelkedést megnézzük a 2100-ig tartó időszakban, lehet látni, hogy ez a másfél fok, ez a Párizsi Klímaegyezménynek a másfél fok. Erről hallottak a Párizsi Klímaegyezményen, hogy csak másfél fokon szabad tartani a hőmérséklet emelkedését. Hát lehet látni, hogy a legtöbb jövő várható modellfutás szerint szinte biztos, hogy másfél fok fölött várható majd a hőmérséklet emelkedése. Egyetlen egy futás van gyakorlatilag, amelyik az alatt mutatja, de hát annak pedig a körülbelül ennek a beválási esélye annyi, mint ennek a beválási esélye. Körülbelül 3 és 420 fok közötti hőmérséklet emelkedés véleményem szerint a realizálható 2100-ig. Ez egy nyári időszakban, vagy éppen a mi éghajlati területünkön, itt a Kárpát-medencében még intenzívebb lesz várhatóan a modellfutások, a regionális klímamodellfutások alapján. De ugye láthatunk olyan beszéléseket is, hogy elérheti a 8,9 fokot a hőmérséklet emelkedés, és ami nagyon fontos, hogy a tengerszint emelkedése akár elérheti a 2,8 métert, és átlagosan globális szinten. Az olvadás 2100-ra a jeges tenger 10-ből 2 évben teljesen jégmentessé válhat. Ami nagyon fontos, hogy szárazulás várható, illetve az extrémitások növekedése a jövőben feltételezhető. Ide írtam, hogy összeomló gazdaság kihalás várható, nem. Tehát nem lesz se összeomló gazdaság, se kihalás nem várható a Földön, tehát ebből még nem fogunk kihalni, meg az élővilág sem fog kihalni a következő 100 évben. Ez biztos, tehát amikor azt hallják, hogy klíma katasztrófa, meg klímavészhelyzet, tehát azokkal a szavakkal óvatosan kell bánni egyébként. Tehát nem fogunk sem kihalni, sem a világgazdaságban nem fog összeomlani. Adaptál maga az ember, tehát ugye adaptációt hajt végre, tehát egyfolytában alkalmazkodik, tehát milyen faj vagy, amit képesek vagyunk alkalmazkodni, amit egyébként már most is láthatunk, hogy az ember mindig alkalmazkodik. Ez azt mutatja, hogy körülbelül hogy várható majd a Föld felszínen a hőmérséklet emelkedése, tehát lehet látni, itt található a Kárpát-medence, nálunk mi az intenzív zónában várható majd nálunk a hőmérséklet. Várhatóan majd azért az Antarktisz térségében is majd elkezdődik egy intenzívebb hőmérséklet emelkedés. Csapadék szempontjából másfél, 2-4 fokos hőmérséklet emelkedésnél, ahogyan mondtam is önöknek, tehát lehet látni, hogy majd főleg ezeken a trópusi területeken már tudom, de jelentősebb csapadékcsökkenés, és az biztosra vehető, hogy magának az Európának a földközi tengeri térségében mindenféleképpen erőteljesebbek lesznek majd a szárazságok. Tehát a mostani száraz nyarak még intenzívebbé válnak majd, és lehet látni, hogy Európa nagy részén pedig éves szinten egy mérsékelt csapadék növekedés várható majd, de ez nem minden évben lesz ugyanilyen, tehát egyik évben nem fog lenni a csapadék, másik évben majd kevesebb lesz a csapadék. Ez mutatja, hogy milyen hőmérséklet emelkedésre, illetve csapadékra számíthatunk majd Európában. Magyarországon ezt most egy középpesszimista képet raktam be ide önöknek. Itt a Kárpát-medence térségében, 3,5-4,5 fok közötti évi hőmérséklet emelkedésre számíthatunk 2100-ig, de a csapadék növekedése pedig látható, hogy intenzívebbé válik. Maga az IPCC egyébként Európa régióit 4 régióra osztotta föl, ez a szentírás, amit most így ebből a szempontból, hogy kutatunk.
Van egy úgynevezett észak-európai régió, van egy közép- és nyugat-közép-európai régió, van egy mediterrán régió, illetve van egy kelet-európai régió. Magyarország pont ennek a régiónak a látszatmetszés pontjában. Tehát a mi esetünkben itt található Magyarország ebből a szempontból. Ez azt jelenti, ugye megírtam előttek, hogy melyik vonatkozik Magyarországra, melyik a legfontosabb a mi esetünkben. Lehet látni, hogy a megfigyelt átlaghőmérséklet, illetve az extrém hőség nagy valószínűséggel növekedni fog a következő néhány évtizedben nálunk. A hidege időszakoknak a száma csökkenni fog jelentősen, az átlagos csak pedig ugye stagnálni fog a méghajlati területünkön. Az árvizeknek a száma, ezt nagyon nehéz lesz megjósolni, de nagy valószínűséggel a nyugati ország részben, az északi ország részben növekedni fog, az alföldi területeken mérsékelten csökkenhet. A nagy csapadékú villámárvizekre ugyanez vonatkozik, az aszály időszakra viszont jelentősen nem fog változni a méghajlati területünket, tehát itt a Kárpát-medencében nem kell jelentős aszály, tehát ennél jóval jelentősebb aszályokra számítani, de természetesen lesznek olyan évek, amikor erős lesz az aszály, de viszont lesznek olyan évek, amikor majd több lesz majd a csapadék, tehát így ez statisztikailag kiegyenlíti majd egymást. Az erdőtüzeknek a száma valószínűleg növekedni fog majd a nyári időszakban, az átlagos szélsebesség nem fog változni jelentősen, és ami nagyon fontos lesz majd, hogy a hó, tehát a lehullott hónak a mennyisége pedig itt a Kárpát-medencében továbbra is jelentősen csökkenni fog. Itt a Kárpát-medencében, és egyébként a fagyos napoknak a száma, illetve a téli napoknak a száma is jelentősen csökkenni fog. Ez egyébként azt fogja majd például eredményezni, hogy egyre intenzívebb invazív fajok fognak majd megjelenni itt a Kárpát-medencében. Most láthatjuk, hogy olyan szúnyog, hullancs, rovarfajták is megjelentek, amelyek korábban nem voltak itt jellemzőek a Kárpát-medencében. De ami nagyon fontos, hogy ez ellen csak is kizárólag alkalmazkodással lehet védekezni az éghajlatváltozás, illetve a hőmérséklet emelkedés ellen, amit egyébként láthatunk is, hogy elkezdődött mint az Európai Unióban, mint pedig Magyarországon, tehát a teljes átalakulás elkezdődött az éghajlatváltozás jegyében. Hát remélem érthetően fogalmaztam, köszönöm szépen a figyelmüket! Kedves nézőink, a köztérben a klímaváltozás volt a középpontban. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.